104 rádió egy csak igazi mai is láger Kellemes hétvégét kívánok. Velünk történt című magazin műsorunkat hallják, és tudjunk vendége, a Békés Csaba és Újemelő és Szabadidő Sport vezetője, elnöke Bökfi János és a klub versenyzője Mikó Veronika. Szervusztok, üdvözöllek, szeretettel titeket. Üdvözöllek én is téged, és a hallgatókat is sok szeretettel. Sziasztok! Jaj, kis törékeny hang megszólalt az éterben, tehát mindjárt kiderülnek azért itt a jó dolgok most még egy kis félénk. Jani, beszélj már elsőként rólatok, mikor hoztad létre a klubot nagyon-nagyon, bocsánat, hogy ezt mondom, régi szakember vagy a szakmában elismert szakember. Mit lehet mostanában tudni rólatok, hogyan áll a klub? Tavaly évben betöltöttük a 25 évet, a 25 éve működik így ebben a formában, amiben most vagyunk, hogy nem csak súlyemeléssel foglalkozunk, hanem testépítés erőemeléssel is foglalkozunk. Nyitottá vált az edzőterem bárki részére, tehát abszolút amatőrök is járnak, és talán ők vannak már most túlsúlyban, mint az élsportolók. Az élsport egy picit ebben az erősportágakban a létszámunk lecsökkent, de úgy a gyerekek létszáma is lecsökkent a, város, a városban, tehát nagyon nehéz. Most tehetségeket összeszedni, összehálózni, úgyhogy van tapasztalatom, van rutin, bárkit várok, bármilyen tanácsot tudok adni az erőfejlesztéssel kapcsolatban. És akkor innen jön a kérdésem, hogy Veronikával hogyan találkoztatok, hogyan került hozzád? Hát most mondhatnám azt is, hogy ugyanez a sorrend volt, Veronika a torna után elkezdett egy kicsit erősíteni, és erősítés közben megtetszett neki az a típusú mozgás amit a súlyemelők csinálnak, és akkor egyszer csak oda állított elém egy pálcika ember, mert olyan vékonyka kislány volt, hogy ő szeretné kipróbálni ezt a sportot. Hát most nem mondom senkinek, hogy ránézésre te erre alkalmatlan vagy, mert a szorgalommal és a tehetséggel borzalmas nagy csúcsokat el lehet érni. Így volt ez a Veronikával is, nagyon ügyes, jó koordinációval rendelkezett a torna alapoktól, jó erőbe is volt, attól függetlenül, hogy nagyon vékony a kislány volt, és ezt fölépítettük most már közel 7 év alatt arra a szintre, hogy már a nemzetközi mezőnyben is elég jól ismerik a nevét. no, hát akkor mondhatjuk azt, Veronika, hogy a sport talált meg téged. Hogyan érzed magad? vagy vagyok, köszönöm. No hát akkor beszéljünk a versenyzésről. Jani említette a 7 évet. Hogyan telt az elmúlt 7 éved? Hát inkább az utóbbi időre mondanám azt, hogy nagyon kemény munka van benne, és szerintem ez van ránk a jövőben is. Igen, Jani, figyelek akkor közben te is. Vagy a súlyemelés nem lehet ellazsálni, mert a 100 kg az mindig 100 kg, az nem pihen soha. Tehát ő az ellenfél, az a súly. Ő az ellenfél a súly. Beszéltünk már, ugye, ha amikor egy interjúnk előtt kérdeztem, milyen súlyokat emeltél, Veronika, mondd már el, kérlek, hallgatóinknak is. Szakítás 93 kg, lökés 106. Nemzetközi versenyek, világversenyek, hogyan vagy velük? Tavaly októberben volt a Junior Európa Bajnokság, ugye? Ott szakítottam ki először a 93-at, majd bronzérmes lettem. Összetetben meg negyedik helyezést értem el. Világbajnokságon 11 lettem. Ugyanígy felnőtt Európa Bajnokságon is 11 lettem. Nagyon fontos, amikor kapcsán ugye én behívtalak titeket, hogy a Magyar Súlyemelő Szövetség téged és egy másik hölgyet választott az év súlyemelőjének. Beszéljünk akkor elsőként erről, Jani, ez hogyan van szakmailag, hogyan választják meg Veronikát például erre a gyönyörű rangos címre. Először is ugye megtárgyalja a szakmacsúcsa a súlyemelésben, a edzőbizottság az, hogy ki milyen szinten tudott dolgozni az előző években, nem csak az érmeket, a helyezéseket, hanem a fejlődési szintet is figyelembe véve úgy a szorgalmat az, az oda a figyelést a fegyelmet, tehát teljesen abszolút vannak benne a kilóktól elvonatkoztatott dolgok is. Ennek alapján javaslatot tett az elnökségnek erre a két lányra, hogy a két lány közül válasszanak. Mert a két lány közül nem tudott választani az elnökség, és hoztak egy ilyen úgymond jó döntést, hogy mind a két tehetséges lány, akik párhuzamosan halad a pályafutásuk, tehát tényleg évek óta egyformán gyönyörűen fejlődnek, dolgoznak, hozzák a Magyarországnak az, ezeket a szép sikereket, így ez lett a legjobb öntés szerintem. No, akkor mondjuk el azért azt a hölgyet is, ő melyik klub, hol van? Szombathelyi hölgyről van szó, és Boros Viktóriának hívják. Nagyon jó barátnők, nagyon sokat edzőtáboroztak, tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy akár segítik is egymást, mert nem egy súlycsoportban vannak, tehát hozzáteszem, ez azért könnyebbé teszi a barátságot, hogy nem egymást kell megverni, hanem csak a kilókkal versenyzünk és más testsúlyjal dolgozunk. Szeretném, hogyha elmondanád, hogy a másik hölgyel, aki úgy hívnak, hogy Viktória, Vikivel milyen a kapcsolat, ugye mondta, jó kapcsolat, de a te adat is szeretném hallani. Hát Viki az egyik legjobb barátnőm, ugye szombat helyen lakik, és így nagyon távol van tőlem, de mindig megoldjuk, hogy találkozzunk. Például én tavaly nyáron lementem hozzá egy hétre, úgymond edzőtáborba, mert ugye közben edzettünk is, idén nyáron ő fog lejönni. Tehát az, az, az azért így. a bulikat is azért, ami, ami, engedélyezett bulikat, azokat együtt töltik. Ugye említetted, Jani, hogy nem egy súlycsoportban, ő milyen súlycsoportban van? 83 kg. Értem. Hogyan fog telni az éved? Mit tudhatunk így elöljáról? Hát most már benne vagyunk a felkészülésben, ugye mert már január végén lesz egy világkupa Rómában, utána négy hónapon keresztül csak versenyem lesz, ilyen nemzetközi. Persze lesz itt is magyar bajnokság, de ami fontosabb az a nemzetközi. Merre lesznek még a versenyek, Jani? Most azért a Veronika nagyon szerény, de egy olimpiai kvalifikációban vagyunk benne. Az azért ja. 2020-ról el kell mondani, hogy ez az olimpia éve, tehát itt azért ez egy nagyon, nagyon látványos és fantasztikus dolog. Ugye fiatal kora ellenére benne vagyunk egy rendszerben, ami másfél éves kvalifikációról van szó. Ebbe az évben azért kell ezen a négy nemzetközi versenyen elindulnunk, mert akkor maradunk benne, és akkor tudunk annyi pontot összeszedni, hogy akár oda kerülhetünk az olimpia bűvkörébe. hogy ezért van ez a igazi nagy hajsza, tíz nap múlva Rómába vagyunk, négy hét múlva Máltán vagyunk, majd arra rá két hétre már egy junior világbajnokságon vagyunk, és utána négy hétre pedig egy felnőtt Európa bajnokságon áprilisban, amivel lezárul ez a kvalifikációs rendszer. Tehát ez nekünk nekünk. élet kérdés, most így is mondhatnám, most ettől biztos megremeg. élet kérdés, ez a négy verseny, hogy ezen jó szerepeljünk. Tehát azért ez nem olyan kis ide-oda repkedünk, és akkor nézelődünk. Ez kőkemény harc lesz ez a négy hónap. Való igaz, hát ilyen versenyeken elindulni, Veronika, hát mi szívből gratulálunk eddig is a szép sikereidhez, és ezután is természetesen jó egészséget és gyönyörű sikereket kívánunk, szurkolunk neked. Hogyan néznek ki a napjaid, a heti edzések? Hányszor és miként alakulnak? 9 megyek late. Rembe edzek, utána nyújtunk, aztán megyek haza pihenni, ebédelek, pihenek, ugye, és háromra visszamegyek edzeni. És akkor utána háromtól meddig van újabb edzés? Ötig vagy hatig attól függ, hogy mennyi edzés van, és ugye ez minden nap, kivéve szedem, mert szerda délelőtt nincs edzés. Figyelj, azért i, hölgyektől nem illik kérdezni, nem is fogom megkérdezni, hogy hány éves vagy, de fiatalkolod ellenére ott vagy az élvonalban és a világ versenyeken, úgyhogy Veronika, milyen érzés ez neked? Hogyan tudod ezt feldolgozni? Ott vagy tényleg az élvonalban? Hát én kicsit büszke vagyok magamra azért. Kicsit szerényen megint. És nagyon örülök neki, de ennél többet szeretnék mindenféleképpen, és ezen dolgozunk is. Jani, még azért, ugye Veronika van vele, tényleg ő a klub legkiválóbb, lehet így mondani, sportolója? Így van. Most ez az utolsó kettő évben ő lett a number van a top versenyző, ami egy fantasztikus dolog, mondjuk egy súlyemelésben, amelyik férfi sportként indult az évszázadok során. Most a lányok kicsit előre törtek, előre kerültek. Csodálatos mozognak, fantasztikus súlyokat emelnek föl, és azt még hozzá kell tenni azért a munkájának, odafigyelésének köszönhetően a testsúlyra, meg a különböző dolgokra, még csinos is. Következő kérdésem az lenne, hogy ti hogyan látjátok itt a súlyemelést, főleg a hölgyeknél, mivel járjátok ugye a világversenyeket, melyek a rivális országok, kiket tartotok a legjobbaknak? Hát én úgy látom azért, hogy vannak a hagyományos súlyemelő országok, a nemzetközi mezőnyben európai országokról van szó, de nagyon-nagyon be jöttek a dél-amerikaiak, az Egyesült Államok, tehát hogyha világ élmezőnyét nézem is az olimpián, itt, itt, ezt kell néznünk, hogy mindenhonnan érkeznek egyre jobb eredmények, egyre fantasztikusabb. Északi országok, Norvégia, Finnország, Anglia borzalmasan fölcsatlakozott. Most azt kell, hogy mondjam, a crossfitnek köszönhetően, ugye hallottál már erről a fantasztikus sportágról, aminek az alapja a súlyemelés. Sajnos itt még Békés Csabán nem igazán akar ez, ez beindulni, és nem akar ömleni a tömeg hozzám, hogy tanuljon meg súlyt emelni. És ebből a sport olyan sok embert merítenek, hogy egy angol csapat, aki mondjuk az én időmben három-négy fő volt, az most húsz főre nőtt, tehát egy nemzetközi versenyen. És egyre ügyesebbek, egyre jobbak, tehát azért ma már nagyon kiszélesedett az ellenfeleknek a létszáma, de ez nem okozhat problémát, tehát most ez látod, tehát az európai élmezőnyben ott vagyunk. Most a világ élmezőnyét meg fogjuk látni, mert egy junior világbajnokságon is részt fog venni Veronika még az első negyedébe, meglátjuk hogy ott én bízom benne, hogy szakításban ott is ott tudunk lenni az első tízben mindenféleképpen. Ott mennyi lesz a súly szakításban? Tudnám, akkor jós lennék, tehát a cél az, hogy többet teljesítsünk, mint az előző évben, tehát 93-ra rá kell tennünk. Már tíz nap múlva is szeretnénk a, a tavalyi évet produkálni egy úgymond alapozó felkészülés után, aztán meg onnan már csak versenyidőszak van, tehát ez mindennek a függvénye, egy jó napot kell kifogni a fogyasztása, milyen lesz, tehát nagyon-nagyon összetett, mennyire sűrű lesz a verseny. Azt még, még hozzáteszem azt is, hogy ha kevesebb kell, akkor kevesebbet emelünk, mert egy világverseny a helyezés a legfontosabb. No hát akkor legyen ez a végszó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek hozzánk. Mi természetesen ott leszünk, szurkolunk nektek, és amikor hazajöttetek egy-egy ilyen rangos nagy versenyről, akkor gyertek be hozzám létszíves ide a velünk történt magazinba, és beszélgessünk. Köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor szurkolunk nektek. És köszönjük. szépen. Velünk történt című magazin műsorunkban, fiánossal és Mityko Veronikával beszélgettem. Műsorunkat hamarosan folytatjuk.